Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Önök az Oltalom Rádiót hallgatják, a Másként Gondolkodók Rádióját, én pedig Herényi Károly vagyok, ennek a rádiónak az egyik hangja, és tisztelettel és szeretettel köszöntöm ma délelőtti első vendégünket, dr. Surányi Györgyöt, aki, hát nem is tudom, hogy melyik címét mondjam el, majd mi mindjárt rátérünk erre, de először hadd kérjek engedélyt arra, hogy tegeződjünk egyrészt, ez a tegeződés rádiója, meg nem ma ismertük meg egymást, tehát hogy elfogadod, és hát köszönöm, hogy... Természetesen, és köszönöm a meghívást. No, hát ami a te életedben nagyon sok fontos dolog volt, de amit én kiemelnék, az az, hogy két alkalommal is a Magyar Nemzeti Bank elnöke voltál, és nem is akármilyen időszakban, hiszen 1995-ben egy időben kaptad a megbízásodat Bokros Lajossal, akkor, amikor az ország hát nagyon súlyos és jelentős pénzügyi és gazdasági válságban volt, az infláció még a mostaninál is magasabb volt, és akkor a Nemzeti Bank elnökeként, nyilván a pénzügyminiszterrel együttműködve sikerült ezt a folyamatot megállítani, sőt nem megállítani, hanem megfordítani. Hasonlatos-e a akkori idők helyzete a mai helyzettel, amikor szintén, hát éppen mai hír, hogy az élelmiszerárak tekintetében az infláció 38%-os, tehát ez már egy súlyos, ez nem az egész, tehát csak kiragadó egy. Hogy kezdjem azzal, hogy a 95-ös helyzet nem volt lényegesen különböző a nehézségeket illetően, mint 1990-ben, amikor Antal József javaslatára Göncz Árpád nevezett ki először. Mindkét esetben nagyon magas volt az infláció, az egyik esetben 36%, 90-ben, 95-ben 31% volt. Nagyon nagy volt a folyófizetési mérleg hiány, tehát a külső egyensúlytalanság, ez 90-ben nem volt olyan nagy, de nem jutottunk forráshoz. A költségvetés 95-ben nagyon nagy hiányt mutatott, úgyhogy mind a két esetben olyan időszakban kerültem a Nemzeti Bank vezető székébe, ami komoly feladatokat és sokszor nyomasztó feladatokat jelentett. Most, ha mondjuk a 95-ös és a mai helyzetet akarjuk összehasonlítani, akkor vannak hasonló és vannak eltérő pontok. A hasonlóság az sajnos abban jelentkezik, hogy most is és 95-ben is a pénzügyi egyensúly hiány meglehetősen magas volt. Ez azt jelenti, hogy lényegében akkor is, most is úgynevezett ikerdeficittel kellett szembenézni. Ez azt jelenti, hogy nagy volt a hiány a külső számlákon, és nagy volt a hiány a költségvetésben is. Ebben nem jelentékeny a különbség, vagy nem jelentős a különbség. Az infláció akkor 31 volt, most a ma reggeli adat szerint 15,6%, de hogyha az Európai Statisztikai Rendszer szerinti számot vesszük, akkor majdnem 19% már az infláció, és ugye ebben nincs benne egy sor olyan tétel, ami úgynevezett elfojtott repressed inflation, tehát ténylegesen, hogyha a rezsi csökkentését is kivezetnénk, ha az ársapkákat kivezetnénk, ha a kamat rögzítést kivezetnénk, akkor ez az infláció valószínűleg ma már jóval 20% fölött lenne, 24-25, nem tudom pontosan, hogy hol. Minőségileg ez már nem különbözik a 95-ös szinttől. Ami a nagy különbség az az, hogy 95-höz képest, hogy 95-ben azért még a magyar gazdaság, mint egy egész Közép-Kelet-Európában az átalakulás, a tranzíció nehézségeivel küzdött egyfelől, másfelől pedig egy filler támogatást még külföldről nem kaptunk. Ma az egyensúly megbomlásának jelentékeny részéért egy alapvetően téves hibás gazdaságpolitika felelős, egy része a nemzetközi hatások. Az első időkben akkor forráshiány vezetett ide, most viszont források vannak, csak rossz gazdálkodás van, és rossz gazdaság és pénzpolitika. Igen, azt mondanám, hogy az az infláció, amit ma látunk, az nem ma kezdődött.
2017 óta szisztematikusan olyan gazdaságpolitikát folytat a kormány, illetve a Magyar Nemzeti Bank olyan monetáris politikát, ami szükségszerűen vezetett oda, hogy még a háború kitörése előtt, tehát ennek az évnek a februárjában már 8% fölé ment az infláció. 2020 elején, tehát még pandémia sehol nem volt, már közel 5%-os volt az infláció, tehát lényegesen magasabb, mint amit a jegybank szeretne árstabilitásként elérni, mert az ugye 3% körül van. Úgyhogy azt kell mondani, hogy egy szisztematikusan túlfűtött, túlkeresletet létrehozó, rossz szerkezetben felhasznált költségvetési eszközök vezettek oda, hogy ma ennyire magas az infláció. Ugye azt korrekt módon el kell ismerni, hogy ebből a most már a 20-at közelítő, hivatalosan is 20%-ot követő inflációból nagyjából a fele körülbelül az annak a külső folyamatnak a következménye, ami részint a pandémia után kezdődött, részint pedig a februárban kitört orosz-ukrán borzasztó háborúnak a hatása, de a másik fele az teljesen hazai eredetű, a hazai gazdaságpolitika hibáinak a következménye. Az egy nagyon nagy dolog, és nagyon párját ritkítő, hogy két ellenkező oldalon álló miniszterelnök is úgy gondolta, hogy te vagy a legalkalmasabb, hiszen Antal József is téged javasolt, és utána pedig Horn Gyula erre a nagyon fontos pozícióra. Mi a viszonya a Magyar Nemzeti Bank elnökének és a pénzügyminiszternek egymáshoz hatásköröket, célokat, eszközöket tekintve, és ezzel kapcsolatban mi a különbség, mert szerintem kevesen tudják a fiskális és a monetáris politika között? Először azzal szeretném kezdeni, hogy ahhoz, hogy egy gazdaságpolitika eredményes legyen, ahhoz annak ellenére, hogy a Magyar Nemzeti Bank, amelyik a monetáris politikáért felelős, a kormánytól intézményesen független, tehát utasítást a kormány nem adhat a jegybanknak. Ennek ellenére ahhoz, hogy sikeres legyen a gazdaságpolitika, a kormánynak, ezen belül elsősorban a gazdasági minisztereknek, a pénzügyminiszternek és a jegybanknak nagyon szorosan együtt kell működnie. Ezt azért emelném ki, mert abból a szempontból, hogy 90-ben is és 95-ben is sikerült például az infláció eszkalálódó folyamatát megfordítani és egyensúlyi pálya felé terelni a gazdaságot, az nem megy, ha csak a kormány vagy csak a jegybank kívánja ezt a célt elérni. Ez csak együttesen lehet. Most mi a feladatmegosztás? A költségvetési politika, vagy idegen néven a fiskális politika, az lényegében arról szól, hogy a kormány által vállalt célokat milyen módon, milyen eszközökkel, milyen forrásból lehet finanszírozni. Tehát a kormány a parlament döntései nyomán alapvetően adókat vet ki, ezek az adók folynak be a költségvetésbe, és ezeknek az adóknak a felhasználásáról kell a kormánynak döntenie, a parlament jóváhagyásával természetesen. Most az, hogy milyen célokra fordítja a befolyó adó, egyrészt, hogy mekkora adókat vet ki egy kormány, másrészt, hogy milyen célokra fordítja ezeket az összegeket, az egyértelműen egy értékválasztás kérdése. Attól függ, hogy az adott kormánynak milyen értékei vannak, mekkora hangsúlyt helyez az oktatásra, az egészségügyre, a szociálpolitikára, a jövedelem egyenlőtlenségek mérséklésére, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, rétegek támogatására, az esélyegyenlőség javítására, mert egyenlőség soha nem lesz, nem volt, nem lesz, de javítani, törekedni kell rá, természetesen. Tehát mennyit fordít fejlesztésre, beruházásra, honvédelemre, kultúrára, sportra normális mértékben. Szóval ezt alapvetően a költségvetési politika határozza meg. A monetáris politika, az pedig alapvető feladata a monetáris politikának, a pénz vásárló erejének, külső és belső vásárló erejének a stabilan tartása. Tehát magyarul,
hogy se a forint árfolyama az euróval, dollárral, stb. Szemben ne kerüljön szabad esésbe, stabil legyen. Másrészt pedig, hogy mindezek mellett a pénz belföldi vásárló ereje stabil legyen, tehát az áremelkedés, az infláció minél alacsonyabb szinten rögzüljön. Általában azt szokták árstabilitásnak nevezni, ami az elsődleges feladata a jegybanknak, hogyha az éves áremelkedés átlagosan nem haladja meg a 2-3%-ot. Ez a két politika azonban egymás nélkül, egymástól függetlenül nem tud eredményes lenni, mert ha nincs kooperáció, akkor a jegybank, ha feje tetejére áll, sem tud árstabilitást elősegíteni, és hogyha a jegybank nem tesz meg mindent az árstabilitásért, akkor a kormány a legszebb céljait sem tudja elérni, mert ugyanis a pénzvásárló ereje, az árak emelkedése, az infláció szétzilálja a gazdaságot. De hát itt van egy látszólagos érdekellentét a két intézmény között. A kormány a magas inflációval egyáltalán nem jár rosszul. Sőt, azt mondhatnám, hogy az adóbevételei, az áremelkedésekkel kapcsolatos forgalmi adóbevételek drasztikusan képesek nőni. Mondhatjuk azt, hogy az egyik intézményt, a pénzügyminisztériumot sokkal inkább rövid távú célok érdeklik és vezérlik, a Nemzeti Banknak pedig sokkal hosszabb távú célja van, mert a stabilitás az egy hosszú távú cél, az nem egyik napról a másikra vonatkozik. Tulajdonképpen nagyon a közepébe vágsz ennek a problémának. Tulajdonképpen eredetileg azért került előtérbe, hogy a világon a legfontosabb országokban független legyen a jegybank a kormánytól, mert hogy a kormányok hajlamosabbak arra, hogy a rövid távú érdekeik által vezérelve föladják az árstabilitást. A jegybank, amelyiknek az a mandátuma, az a feladata, hogy az árstabilitást segítse elő, valóban közép-hosszú távra kell, hogy célozzon, közép-hosszú távon kell, hogy ezt a feladatot teljesítse, folyamatában és hosszabb távon is, és ilyen értelemben nincs mindig összhang. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy azért kapta a jegybank ezt a mandátumot, azért lett önálló független intézményesen a kormánytól, mert az egész országnak és egy felelős kormánynak szintén az az érdeke, hogy árstabilitás legyen, pénzügyi stabilitás legyen, külső-belső stabilitás legyen. Rövid távon föl lehet rúgni a szabályokat, rövid távon lehet, ha tetszik, fedezetlenül, akár felelőtlenül költekezni a költségvetésből, lehet akkora deficitet, hiányt csinálni, ami látszólag úgy tűnik, mintha a társadalom, az emberek, az egyes társadalmi csoportok kedvébe járna, de ezekért mindig minden ország nagyon-nagyon drágán megfizet közép-hosszú távon. Amit említettél, hogy a kormánynak jó az infláció, mert megnőnek az adóbevételek, ez csak az egyik oldala az éremnek, az érem másik oldala, hogy viszont emiatt, az infláció miatt a kiadásai is nagyon durván megemelkednek a kormánynak. Mondanék néhány példát. Ebben az évben csak akkor, hogyha lépést akarunk tartani, és a törvény előírja, tehát ez nem a kormány adakozása okán történik, hogy a nyugdíjak ne veszítsenek a vásárlóerejükből, a reál értékükből. Ez azt jelenti, hogy idén az eredetileg elképzelt durván 200-220 milliárd forintnyi nyugdíjemelés helyett körülbelül 600-700 milliárd forint nyugdíjemelést kell folyosítani. Tehát a költségvetésből. Nagyjából a háromszorosát az eredeti elképzelésnek, vagy ezzel az inflációval párhuzamosan, és azzal, hogy a jegybank a korábban ultralaza, ultrainflációs politikáját kénytelen volt változtatni, mert látszik, hogy gyorsuló ütemben nő az infláció, elkezdte emelni a kamatokat. A kamatoknak az emelkedése azt jelenti, hogy az állam deficitjének, a költségvetés hiányának a finanszírozása is egyre drágább, egyre több kamatot kell fizetni. Tehát a költségvetés. A pénz. Igen. Ez azt jelenti például idén
csak ebben az évben az államadósság kamatterhe, amit ki kell fizetnie a költségvetésnek, az nagyjából olyan 6-800 milliárd forinttal emelkedik, hogy legyen képe a hallgatóknak, hogy mekkora összegről is beszélünk. Ez egyrészt a GDP 1%-a, vagy valamivel több mint 1%-a, de mondjuk egy évben a nyugdíjak, a 2,5 millió nyugdíjasnak a nyugdíja az olyan 4000 milliárd forint. Tehát ennek nagyjából a 15%-a az, amivel megnő csak a kamatkiadás. De lépést kell tartani a közszférában dolgozó, közszféra foglalkoztatottainak a béreinél is. Na hát ezzel nem mindig tartanak lépést, mert például az a pedagógus fizetés. Igen, de ennek az a következménye, teljesen egyetértek, de ennek az a következménye, hogy rendkívül nagy mértékű pedagógus hiány van, pályaelhagyás van. A általános középiskolában tanító pedagógusoknak az átlag életkora 50 fölött van. És nem jelentkeznek egyetemre pedagógus. Vagy ha jelentkezik, nem megy erre a pályára, mert pályaelhagyó. Tehát, de valamennyit azért kell ezeken a területeken is emelni, mert vannak olyan kényszerhelyzetek, ami elől nem tud az adott politika, az adott kormány kilépni. Vagy mondjuk télen fűteni kell majd az iskolákat, bölcsödéket, állami intézményeket, sport létesítményeket, amelyeknél sokat az állami intézmények tartanak fenn, azokra fizetni kell. Tehát az, hogy ilyen magas az infláció, az azt jelenti, hogy a kiadási oldalon is nagyon megugranak a tételek. Ugye az állami beruházások naponta lehet hallani, hogy lényegesen többe kerültek, mint amennyire tervezték őket. Tehát ezt messze túlárazottak voltak. Túlárazott, és még azon felül. Igen, és még azon felül jön egy ilyen inflációs hatás, amivel nem számoltak, és aminél a zsebbe kell nyúlni. Tehát ha felelősen gondolkozik és működik egy kormány, akkor nagyon-nagyon veszélyes útra lép, hogyha infláció révén akarja a feladatait megoldani. Hogy vélekedsz arról, hát itt ugye legalább 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt indult el az a törekvés, hogy az eurozónához kéne Magyarországnak csatlakoznia, aztán ez abszolút lekerült napirendről. A szomszédaink közül már számosan megtették ezt, hogy használna-e a magyar gazdaságnak és pénzügyi világnak az eurozónához való csatlakozás, ez a függetlenség feladását adná, vagy pedig kárunkra lenne? Ez is egy nagyon összetett kérdés, és őszintén meg kell mondanom, hogy én nagyon-nagyon hosszú ideig szinte egyedüliként azt képviseltem, hogy nem kell rohanni az eurozónába való csatlakozással. Nem azért, az érveim egyáltalán nem azok voltak, amelyek a mai kormánynak. A mai kormány elsődleges érve az, hogy az önállóságunk, a szuverenitásunk feladása az nem indokolt. És egy komolyabb pénzügyi ellenőrzési rendszerhez való csatlakozást jelent ez. Igen. Tehát ők nekem egészen más érveim voltak. Az én érveim alapvetően abból fakadtak, hogy a monetáris unió működési kerete, a szabályrendszer, amiben a monetáris unió működik, az elég sok ellentmondást tartalmaz, születésénél fogva ellentmondást tartalmaz. A legfontosabb, ami részletekben nem elmerülve, a legfontosabb az az, hogy igazában hatékony monetáris politika, hatékony közös valuta, deviza akkor tud működni, hogyha a költségvetési politikák is közösek lennének. Na ez nincs. Ettől kezdve viszont olyan szabályokat kell, művi szabályokat alkotni, hogy ne éljenek vissza az egységes valutával bizonyos országok, amelyek belső ellentmondásokat tartalmaznak. De a legfontosabb belső ellentmondás az én szememben az az, hogyha van egy olyan ország, mondjuk, mint Magyarország, amelyiknek a fejlettsége mondjuk a fele kétharmada a monetáris unióba tömörült országoknak, akkor ha jó gazdaságpolitikát folytatnánk, akkor a mi növekedési ütemünk gyorsabb lenne,
folyamatosan gyorsabb lenne, mint a legfejlettebb országoké, hiszen mi felzárkózni szeretnénk. Egyébként ezért kapjuk a támogatást is az Uniótól. Nos, hogyha gyorsabb a fejlődésünk, akkor az azt jelenti, hogy a gyorsabb fejlődés mögött általában szignifikánsan magasabb beruházásokra van szükség, hogy a korszerűsödés, a technikai felzárkózás, a versenyképesség javuljon. Nos, hogyha sokkal több a beruházási igény, akkor ahhoz, hogy ezeket a beruházásokat egyensúlyban lehessen tartani pénzügyi szempontból, finanszírozni lehessen, ahhoz sokkal több megtakarításra, pénzügyi megtakarításra van szükség. Most ahhoz, hogy a magasabb beruházási ráta és a magasabb megtakarítás, pénzügyi megtakarítás rendben legyen, ahhoz bizony nagyobb kamatszint kell, magasabb kamatszint kell, mint azokban az országokban, akik már fejlettek, kevesebb beruházással, kevesebb pénzügyi megtakarítással is egyensúlyban tudnak maradni. Ha felbomlik a beruházás és megtakarítás egyensúlya, akkor abból egyrészt infláció lesz, másrészt a külső egyensúly kezd el romlani, ami szintén inflációt fog eredményezni. Szóval annak következtében, hogy ha bemegyünk egy ilyen monetáris unióba, nem Magyarországra fogják szabni a kívánatos kamatszintet, hanem a monetáris unió átlagára, ami adott esetben nekünk túl kevés lehet, másoknak pedig a mi kamatszintünk túl magas lenne. Tehát ennek következtében, ennek megint nagyon sok következménye van, vagy következménye lenne, hogy milyen költségvetési politikát kell folytatni, milyen jövedelempolitikát. Nem magától értetődik, hogy ebben a rendszerben súrlódásmentesen tud egy ország működni. Ezért én nem voltam nagy híve annak, hogy azt megelőzően csatlakozzunk a monetáris unióhoz, hogy lényegesen közelebb kerülünk fejlettség szintjében a legfejlettebb országokhoz. Ennek ellenére 2-3 évvel ezelőtt változtattam az álláspontomon, és ma az a véleményem inkább, hogy kevesebb költséget, kevesebb problémát okozna, ha belépnénk, mint az, hogy kívül maradunk. 2 vagy 3 oka van ennek a változásnak az én felfogásomban, ami kiváltotta ezt a változást. Az egyik az az, hogy úgy látom, hogy ha nem közeledünk a monetáris unióhoz, nem deklaráljuk, hogy belátható időn belül, 4-5-6 éven belül elkötelezzük magunkat a belépés mellett, akkor egyre inkább az unión belül, az Európai Unión belül a perifériára kezdünk sodródni, kimaradunk a fő sodorból, a fő áramból, másod-harmadosztályú tagjaivá fogunk válni az Európai Uniónak. Ez azt gondolom, hogy egy komoly, komoly probléma. Ráadásul a monetáris unióhoz, ha csatlakoznánk, akkor lényegében az a kérdés, ami sajnos az utóbbi időben elég sokszor fölmerül, hogy Magyarország nem gondolja, vagy nem veszélyezteti az országot az, hogy esetleg a kormány kivezeti az Európai Unióból. Ez nem tud működni, mert ha benne vagyunk a monetáris unióban, akkor nem lehet, lényegében nem lehet kilépni a rendszerből. Ez az egyik megfontolás, ami miatt én változtattam, mert ez, ennek a prioritása mindent felülír. A másik pedig, hogy én sokáig úgy gondoltam, vagy bíztam abban, hogyha a Magyar Nemzeti Bank felelős és jó politikát folytat, akkor azt az ellentmondást, amit az előbb idéztem, hogy a felzárkózás során milyen politikát kell vinni, azt jobban meg tudja valósítani, kisebb a növekedési áldozat, mint hogyha a monetáris unión belül vagyunk. De sajnálatosan, ha megnézem az elmúlt 20 év történetét, akkor azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem lehet bizonyítani, hogy az önálló monetáris politika egy jottányival is kisebb terhet jelentett volna a magyar gazdaságnak. Ellenkezőleg ellentétes pályákon, de az elmúlt 20 év monetáris politikája annyi hibával terhelt, hogy ehhez képest
azok a hátrányok, vagy azok az ellentmondások, amelyek az egységes valuta rendszerhez való csatlakozásból fakadnának, azok elhalványulnak. Következésképpen, tehát hogyha azt kell mérlegelni, hogy esetleg fölmerülhet, hogy kilépjünk az Európai Unióból, azt kell mérlegelni, hogy az önálló monetáris politikának az eredményei azok hát nem lehet kitenni a kirakatba, akkor azt kell mondanom, hogy ezek sokkal kisebb, akkor a belépés és a belépésnek az ellentmondásai azok sokkal-sokkal kisebb kockázatot jelentenek, mint az, hogy esetleg kiléphetünk az Európai Unióból, vagyis, mint a Magyar Nemzeti Banknak a monetáris politikája. Nagyon fontos dolgot említettél az előbb, hogy akkor lenne valójában értelme és igazán jó hatása a monetáris uniónak, hogyha hasonlóak lennének a költségvetési módszerek, szerkezetek az egész Európai Unióba. Én ezzel annyira egyetértek, hogy amikor Kovács László volt az első biztosunk, európai biztosunk, és az ő feladata az pont az adóügyek és a vámügyek kezelése volt, amikor én kint jártam Brüsszelbe, az első utam hozzá vezetett, és megkérdeztem, hogy hogy áll például az a lehetőség, hogy az adókat egységesítsük az Európai Unión belül, hiszen akkor már tagok voltunk, és akkor a Kovács László azt mondta, hogy hát nagyon sötét a helyzet. Nem, hogy az adókban nem lehet megegyezni, az adóalapok vonatkozásában, tehát hogy mik az egységes adóalapok, a vámokról nem is beszélve, visszaugorva az időbe a rendszerváltás idejére, ahol azért néhány dolog történt, ami a mai napig meghatározza a dolgok menetét. Hát én ugye tudva levőleg Antal Józsefnek nagy híve és nagy követője voltam, de ez nem jelenti azt, hogy az embernek nincsenek kritikai észrevételei. Antal József számos MDF elnökségi ülésen mondta meg mindenféle politikai rendezvényeken, hogy olyan befektetők kellenek, akik szakmai befektetők, és karvajtőkének nevezte a pénzügyi befektetőket. Na most jöttek a szakmai befektetők, akik általában a növényfeldolgozó ipar, vagy mezőgazdasági feldolgozó ipar vonatkozásában sokkal inkább úgy tűnik, hogy piacot vettek. Tehát megvásárolták a cukorgyáraktól kezdve az étolaj feldolgozókig mindent, és utána ezt bezárták, lepusztították, és hozták a saját terméküket. Én azt hiszem, hogy ebben Antal Józsefnek nem volt akkor igaza. Ez is egy nagyon összetett kérdés. Biztos, hogy nem lehet úgy kategorizálni a jót és a rosszat, hogy szakmai befektető vagy pénzügyi befektető. Mind a kettő lehet nagyon jó, és mind a kettő lehet nagyon rossz. És mind a kettő lehet nagyon rossz hatású. Az egy nagyon kritikus időszak volt, mert hogy ugye a tervgazdaságból indultunk, piacgazdaságot, magántulajdonon és versenyen alapuló piacgazdaságot szerettünk volna annak a feltételeit kialakítani, de belülről, belföldről nem volt felhalmozott tőke. Ugye a szocializmusban minden állami tulajdonban volt, most leegyszerűsítve, nem halmozódhattak föl olyan megtakarítások, amelyek tőkévé konvertálva képesek lettek volna a privatizálásra váró ágazatokat, vállalatokat, üzemeket megvásárolni egyfelől. Másfelől az a fajta menedzsment tudás, technikai, technológiai ismeret is hiányzott, amit szerettünk volna a privatizáció révén beszívni az országba. Ebből a szempontból egyébként azt kell mondanom, hogy az Antal kormány, de már a német kormány is roppant sikeres volt. Tehát 89 és 96-78 között, akkor ezek szerint már a Horn kormányra is igaz, a közép-kelet-európai országok közül az ország lehetőségeihez, méretéhez képest messze a legtöbb külföldi tőkét vontuk be. Ennek jelentékeny része működő tőke volt, tehát szakmai befektetők, intézményi befektetők is megjelentek. És vannak és voltak mai napig is nagyon jó példák erre. Annak idején tudom, hogy nagy vita volt 89 őszén a Tungsram privatizálására.
Lényegében ez egy nagyon-nagyon sikeres privatizáció lett, a General Electric jött be, és az, hogy a tungsram ezután 30 évig még mindig a piacon egy nagyon sikeres vállalat lehetett, most már megint nem, átalakuláson mennek át. Ez annak volt a következménye, hogy a General Electric akkor kénytelen volt befektetni, először megvette 150 millió dollárért, majd további 400 millió dollárt kellett befektetni a vállalatba. Amire ahhoz magyar forrás nem lett volna. Soha a büdös életben nem lett volna hazai forrás, plusz addigra már annyira elavult volt a termékszerkezete a tungsramnak, hogy pár éven belül biztos, hogy be kellett volna zárni. De most újra ez a helyzet, hogy megint igen, elavult. De 30 évig prosperált az egész, sok embernek adott lehetőséget, munkát, jövedelmet, úgyhogy például ez, szerintem ez egy jó példa a világban, vagy a gazdaságban, az, hogyha 20-30 évig tud valami működni, az nagyon jó, nem biztos, hogy az idők végezetéig valaki vagy valamelyik tevékenység versenyképes marad. Ugye egyébként éppen a környezeti okok miatt is, az energiaszegénység okán is ez az ágazat teljesen átalakult, és egészen más dolgokat kell produkálnia, mint ezelőtt 30 évvel. Szóval voltak ilyen sikeres privatizációk. Tény, hogy az élelmiszeriparban, amit említettél, ott a befektetők alapvetően piacot vásároltak, és ezeknek a privatizációknak már rövid távon sem lehet azt mondani, hogy sikeresek voltak, de sok területen egyébként siker volt. Hozzá kell tennem például a bankszektorban az, hogy aztán 95-től sikerült a bankokat privatizálni, az nagyon-nagyon sok költségtől és nyomástól mentesítette a magyar társadalmat. Mondjuk például a 2008-as pénzügyi válság során a külföldi bankok, a tulajdonos bankok több milliárd euróval voltak kénytelenek megtámogatni a magyar bankokat, a magyarországi leányaikat, mert egyébként bedőltek volna. Na most egy bankcsőd, az nem az a probléma egy bankcsődnél, hogy a befektető elveszíti a tőkét. A probléma az, hogy a betétesei elveszíti. A betétesek pénzével mi lesz. Emiatt kellett a külföldi tulajdonosoknak nagyon sok pénzt betolni a magyar bankrendszerben. Ha ezek magyar tulajdonban lettek volna, akkor soha senki nem tudta volna ezt a magyar adófizetőn kívül kifizetni. Tehát akkor kénytelen lett volna, mint ahogy 1992-93-ban talán emlékszel képviselőként is, hogy különböző bankmentő csomagok voltak. Hogyan? Nagyon sok pénzt kellett a költségvetésből. Az már később volt, de a hitelbank, a kereskedelmi és hitelbank nagyon-nagyon sok pénzt kellett berakni ezekbe, hogy ne dőljenek össze. És utána a Postabank is egy ilyen volt, nem volt normális külföldi tulajdonosa, tőkeerős tulajdonosa nem volt. Ennek következtében jobb hiány kénytelen volt a magyar költségvetés, a magyar kormány beszállni, ami ugye azt jelenti, hogy mi adófizetők fizettük közösen ezt a cehjet. Szóval nagyon sok olyan terület volt, ahol jól működött, jó eredményt hozott, és kétségkívül voltak olyan területek, ahol nem. Említetted a 2008-as gazdasági, pénzügyi, meg mindenféle világválságot, de hogy látod, hogy a fejlett országok jó választattak erre a válságra? Ezt úgy értem, hogy a válság után ott folytatták, ahol éppen elkezdődött, vagy abba hagyták, vagy pedig voltak olyan alapvető generális változások, mondok egy példát. Hát azért annak a 2008-as válságnak talán az egyik oka az volt, hogy túl volt fűtve a kereslet, egy csomó olyan dolog jelent meg, aminek nem volt valójában alapja. Tehát na most Németországban Angela Merkel, akit mindenki dicsőíteni szokott, és tényleg meg is érdemli, mert kitűnő képességű vezetője volt Németországnak, az fogta magát, és a használt autókért 3500 euróval többet adott, mint az árnál, és 3500 euróval olcsóbban adta az új autót. Tehát láthatóan egy olyan rendszer fenntartását segítette elő, ami hát nem a legszerencsésebb, és hosszú távon nem biztos, hogy ez a legjobb. Nagyon nehezet kérdezel.
abból onnan indulnék el... De meg el, nagyon okos ember vagy, azért kérdezek ilyeneket, onnan, mennyi történt. Onnan indulnék el, hogy a 2008-as válságnak mik voltak a legfontosabb okai. A legfontosabb oka az volt a 2008-ban kirobbant válságnak, hogy az azt megelőző időszakban hosszú éveken keresztül mindenek előtt az amerikai gazdaság, de részben az európai is túlfűtött volt, túlkereslet volt. Túl sokáig, túl hosszan, sokkal tovább nyújtózkodtak a költségvetések, mint ameddig szabad lett volna, sokkal nagyobb keresletet teremtettek, és sokkal lazább volt a monetáris politika, sokkal alacsonyabb kamatok mellett működött, mint ami az előbb említett beruházás megtakarítás egyensúlyt fent tudta volna tartani. Ennek látszólag 2006-7-ig nem volt negatív következménye abban az értelemben, hogy az infláció nem gyorsult, alacsony volt az infláció, miközben elsősorban mondom Amerikában, de Európában is, és Kínában is amúgy, egy túlkereslet, túlfűtés, benn volt egy inflációs nyomás. Az infláció azért nem tudott addig kitörni, mert ez a globalizációnak az aranykora, amikor olyan olcsó távol-keleti áru özönlik be Amerikába és Európába, ami az inflációs nyomást visszaszorítja, olyan fokú az úgynevezett outsourcing, tehát a különböző, akár magas hozzáadott értékű tevékenységek kiszervezése, az internet korában vagyunk már, külföldre, mondjuk Amerikában a szoftver fejlesztés jelentős részét Indiába telepítik ki, ahol az indiai munkaerő, egy indiai szoftvermérnök egynegyed annyiba kerül, mint egy amerikai. Ez természetesen a költségeket leszorítja, az inflációt visszafogja. Vagyis éppen a kelet-európai átalakulás, a tranzíció, Amerikában pedig a Dél-Amerikából, Latin-Amerikából történő munkaerőbevándorlás a munkabéreket fogta vissza, ami szintén az inflációt mérsékelte. De 2005-6-7-re ez az elejt, tehát hogy túlkölt a költségvetés, túl sok pénzt nyom a gazdaságba a monetáris politika túl alacsony kamatok mellett, ez olyan világgazdasági szintű túlkeresletet okozott, ami elkezdte a nyersanyag és energia áraknak a nagyon gyors emelését. És ez átterjedt az élelmiszerek piacára is, ami abból is következett, hogy a rettentő gyors azokban az években évi 10%-kal növekedett Kína. Kínában az, hogy megszűnt az éhezés, hogy színvonalasan kezdenek enni az emberek, hogy az iskolába tejet kap minden gyerek. Ez olyan keresletet jelentett, részint az élelmiszerek, részint a nagyon gyors világgazdasági növekedés a nyersanyagok és az alapanyagok irány, az energiahordozók iránt, hogy ez olyan áremelkedéshez vezetett, ami már elkezdte az inflációt is növelni Amerikában is és Európában is, de elsősorban Amerikában. Ezért elkezdett szigorítani az amerikai jegybank, a Federal Reserve, elkezdte emelni a kamatokat. Ahogy elkezdte emelni a kamatokat, kiderült, hogy az ingatlan piacot is túlfűtötték, a nagyon alacsony kamatok mellett horribilis összegű hiteleket vettek fel az emberek, az ingatlan árak már azt megelőzően is mentek föl az égbe, de hogy a kamatok elkezdtek emelkedni, egyszer csak beszakadt a hitelkereslet, beszakadt a kereslet az ingatlanok iránt, összeomlott az ingatlan piac, beszakadtak az ingatlan árak, a bankok, akik finanszírozták ezeket az ingatlan vásárlásokat, azzal találták magukat szembe, hogy az adósok nem tudnak fizetni, óriási veszteségek vannak, és akkor eljutunk ehhez a pénzügyi csődhöz. Na most erre tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy gazdaságtörténelmi szempontból egy jelentős fordulat történt, mert helyesen levonva a következtetéseket a 29-33-as világgazdasági válságból, pont ellenkező irányú eszközöket dobtak be az Egyesült Államokban is és Európában is, akik megtehették. Ez pedig ugye az történt 29-33-ban, hogy amikor összeesett a tőzsde, itt is összeesett a tőzsde, beszakadtak az ingatlan árak, a részvényárak, sok-sok ember munkanélkülivé vált, akkor azt csinálták 29-33-ban, hogy
ez ugye azzal jár, hogy a költségvetésnek az adóbevételei összeesnek, és akkor erre úgy reagáltak, hogy akkor a kiadásokat is azonnal visszavették. Másfelől pedig a nemzeti bankok, a központi bankok úgy reagáltak, hogyha a bankok nem tudnak hozzájutni a törlesztésekhez, ennek következtében likviditás hiány lép fel, mert a hitelek azok kint vannak, azokat már rég kihelyezte, de ha nem tudják törleszteni, akkor őneki nincs miből törleszteni, tehát pénzhiány alakul ki a bankrendszerben, likviditás hiány van. Erre akkor a jegybankok úgy reagáltak, hogy megemelték a kamatokat, hogy a magas kamat hozza összhangba a szűkös likviditást a megnövekedett igényekkel. De hát ezek összességében létrehozták a nagy gazdasági válságot, mert ennek az lett a következménye, hogyha a költségvetés is szigorít, a monetáris politika is szigorít, akkor ugye a kereslet még jobban összeesik, még kevesebb embernek lesz munkája, még nagyobb lesz a munkanélküliség, még rosszabb helyzetbe kerül a költségvetés, még nagyobb veszteségeket szenvednek el a bankok azáltal, hogy nem tudnak fizetni, mert sokan bedőlnek. Tehát egy ilyen lefelé menő spirálba nyomta a gazdaságot. Most 2008-9-ben ennek pont az ellenkezőjét csinálták. Az Egyesült Államok tudatosan azt csinálta, hogy megemelte nagyon a költségvetés kiadásait, a bevételei leestek, de a kiadásait megemelte, annak érdekében, hogy támogassa a belföldi keresletet, hogy ne menjen még több vállalat vállalkozás csődbe, ne menjen még több bank csődbe, mert ha ez bekövetkezik, akkor ennek nagyon súlyos, szörnyű következményei lesznek. A monetáris politika ugyancsak nem szigorított, hanem lazított, még lejjebb. Tehát a 2006 és 2008 között szigorított, de amikor kitört a pánik, akkor megint lazított, és visszavitte a kamatokat nullára a lényegében. És rengeteg pénz likviditást nyomott a rendszerbe, hogy senki lehetőség szerint a Lehman után már ne dőljön be, mert az épp eléggé megrázta a rendszert. Nos, ez a politika, megint nem elmerülve a részletekbe, ez a politika Amerikában is és Európában is, mindenek előtt az Egyesült Államokban, mert ott éltek ezekkel az eszközökkel a legbátrabban, viszonylag hamar kihozta a válságból az amerikai gazdaságot. Európában elhúzódott a válság, többek között azért is, mert mondjuk Angela Merkel vagy a kormánya is félreértékelte az egész helyzetet. Ők messze nem olyan bátran alkalmazták a lazítást 2012-ig, mint az amerikaiak. Teljesen félrenézték a görög helyzetet. Likviditási válságról beszéltek Görögországban, amikor nyilvánvalóan abszolút csődben volt az ország, tehát nem likviditási problémája volt, hanem szolvencia problémája, csődben volt az ország. És ez egész más kezelést igényelt volna, mint amit ott előírtak. És 2012 után következett be egy olyan fordulat, elsősorban az Európai Központi Bankban, ami kvázi leegyszerűsítve kopiszta, másolta az amerikai jegybanknak a működését, és ez aztán Európában is. Igen, de ezt követően így Európa is aztán ki tudott mászni ebből a helyzetből. Miután nem csak a másként gondolkodók, hanem a reménység rádiója is vagyunk, most jön a legnehezebb kérdés, az előbb azt mondtad, hogy nehezeket kérdezek. Ebben a mostani helyzetben milyen eszközei és lehetőségei vannak a pénzügyi gazdasági kormányzatnak, milyen lehetőségei vannak a Nemzeti Banknak, hogy ezt a 20% körüli inflációt, és az ennek összes járulékos negatív hatását valahogy felszámolják. Nyilván van erre módszer, hiszen te legalább két alkalommal bebizonyítottad, hogy van ilyen módszer, hiszen a forint érték stabilitás, a konvertibilitás az a te működésed és elnökséged idejéhez köthető. Köszönöm szépen ezt a kérdést is, annál is inkább, mert a pályámon vagy a munkámon az egyik kitüntetett pont az 96. január 1 volt, amikor 1929 óta először lehetett deklarálni a forint konvertibilitását. A fiatalabb hallgatóknak fogalma nincs arról, hogy milyen világ az, ahol
nem attól függ, hogy mennyi devizát, valutát vásárolhatok, hogy mennyi pénzem van, hanem hogy engedik-e egyáltalán, hogy vegyek, meg ki kell síbolni. $70 per 3 Igen, meg ki kell síbolni a pénzt. Szóval borzasztó egy világ. És hogy hiány van az üzletekben és importárukból. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt. Na, szóval, hogy mit lehet csinálni? Először azzal kezdeném, hogy ha szabad meg, ha lehet, hogy annak következtében, hogy az elmúlt években a kormány szisztematikus, és a jegybank szisztematikusan megágyazott ennek a gyors inflációnak, a mozgástér annál kevesebb lesz, annál fájdalmasabb lesz a folyamatnak a megfordítása, minél később néz szembe a kormányzat a kialakult helyzettel, a kialakult válság közeli helyzetten. Szerintem nincs válság, el is kerülhető a válság, ez a pozitív abban, amit mondani szeretnék, de szembe kell nézni a valós helyzettel. Ugye a valós helyzetet rendkívüli mértékben tovább rontotta az a nagyjából 2000 milliárd forintnyi kifizetés, amit a választásokat megelőző 4-5 hónapban a kormány végrehajtott, ami nem csak mennyiségileg volt tökéletesen indokolhatatlan, hanem szerkezetében is rendkívül rossz volt. Egyetlen szerkezeti problémát nem orvosolt, tehát például 2000 milliárd forinttal lényegesen lehetett volna enyhíteni a pedagógusok, óvónőktől a felsőoktatásig, az egészségügyi szakdolgozók, a szociális szférában dolgozóknak a helyzetét, azokat a súlyos szociálpolitikai feszültségeket, amelyek ebből a 22.500 forintos támogatásból fakad azoknak, akiknek semmilyen jövedelme nincs, de a 22.500 forintból csak éhen halni lehet természetesen. Úgyhogy ezekre mind nem adott választ ez a pénzkiöntés. Tehát mennyiségileg egy nagyon erős eladósodottság jött létre, egy nagyon rossz költségvetési pozíció, és erre jött még rá a háborúnak a kétségkívül súlyos következményei. Úgyhogy ha ugye a haval kezdődő mondatok azok nem jók, mert megtörtént dolgokról beszélünk, de ha ilyenfajta kifizetés nincs a költségvetésben, akkor a kívülről jött, az importált nehézségek és veszteségek sokkal-sokkal könnyebben lennének kezelhetőek, és az infláció sem lenne most már 19%-hoz közelítő, és nem lépné túl a 20%-ot a következő hónapban. Ugyanis a gazdaságpolitika mindhárom ága nyomta föl az inflációt. Magyarországon a költségvetés az elmúlt 5-6 évben, kivéve a 20-as pandémia évet, mennyiségileg sokkal-sokkal lazább volt, sokkal-sokkal többet költött, mint amennyit szabad lett volna. Ugyanez igaz a jövedelempolitikára. Rövid távon nyilván akik részesültek belőle, azok örültek annak, hogy 6. éve kétszámjegyű nominális béremelkedés van. De ha a gazdaság növekedése, különösen a termelékenység növekedése ennek a negyede, akkor ezt büntetlenül nem lehet csinálni, mert költség oldalról is és kereslet oldalról is inflációt fog csinálni. A monetáris politika ugyancsak az inflációt nyomta előre, mert hosszú-hosszú éveken keresztül egyre nagyobb mértékű úgynevezett negatív reálkamat alakult ki, tehát miközben 2021 májusában is még 0% volt a Magyar Nemzeti Banknak az irányadó kamata, eközben az infláció már 5,5-6%-on volt, tehát 4-5%-os negatív reálkamat alakult ki. Bocsáss meg, ez szakmai hiányosság eredménye a pénzügyi berkekben, vagy szándékos dolog volt? Is előjöttek azzal az ideával, hogy az úgynevezett magas nyomású gazdaságpolitika az, ami gyors növekedési pályára viszi és az országot,
nyugodtan lehet nagy költségvetési kiadási többletet létrehozni, nyugodtan lehet gyors béremelkedést csinálni, nyugodtan lehet, mert ennek az alacsony kamatnak, a negatív reálkamatnak ugye az a következménye, hogy a hitelek növekedési üteme is 15-16-17%-ra növekedett évente a hitelállomány növekedése, mert ugye, hogyha ennyire olcsó a hitel, ha kevesebbet kell fizetni a hitelért, mint ami az infláció, akkor minden normális vállalkozó hitelt vesz fel, mert egyre olcsóbb lesz neki visszafizetni. Ez egy bújtatott szubvenció feléjük, támogatás. Tehát ők azt gondolták, hogy ez mind a forintot is tudatosan értékelték le, hagyták, hogy leértékelődjön a forint árfolyama, tudatosan nyomott be a Nemzeti Bank egy idő után már indokolatlanul a növekedési hitelt és a növekedési kötvényt, tehát 13 és 16 között indokolt volt a növekedési hitel, mert ment össze a hitelállomány, és akkor rá kellett segítenie a jegybanknak arra, hogy a hitelek egy normális növekedési pályára álljanak, de 17-től már kétszámjegyű a hitelek növekedése, úgyhogy teljesen fölösleges volt ennyi pénzt, ennyi likviditást, ennyi túlkeresletet generálni a rendszerben. És azt mondták, hogy ez nem fog inflációt okozni, nem fogja a külső egyensúlyt sem rombolni. Tehát se a laza költségvetés, se a kétszámjegyű bér, se a 16%-os hitel kiáramlás, se a forint árfolyamának folyamatos rontása. Na most ez 17 elejéig, körülbelül így is volt 17 végéig, de nem azért, mert hogy ezek a tényezők ne külön-külön és együtt pláne ne inflációt generál, magas inflációt generálnának, hanem azért, mert ezekben az években Magyarország a kedvező külső hatásoknak nyomán ellentételezni tudta a belső inflációs folyamatokat. Tehát miközben belül csináltuk az inflációt már akkor is erőteljesen, az a tény, hogy azokban az években a kőolajára, a földgázára, a nyersanyagoknak az ára leesett a béka feneke alá egyfelől, másfelől negatív deflációt, negatív áremelkedést importáltunk az Európai Unióból, ez egy ideig visszatartotta az inflációt. Bocsáss meg, de azért kell megszakítani most a beszélgetést, mert a beszélgetés idejének a végére értünk. Minden esetre azt mondod, hogy van megoldás erre a helyzetre, persze, mert a te életpályádon erre többször sor került, és ha megengeded, akkor miután ez egy roppant érdekes és roppant összetett téma, amiről ideig beszélgettünk, meghívnálok még egy beszélgetésre, amikor részleteibe belemegyünk, hogy a helyzetelemzést követően mi ebből a kiút. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megtiszteltél a jelenléteddel. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást.